Hátúszóból lett kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, első aranyát 20 évesen szerezte. 1956 után éveket töltött Ausztráliában, mégis hazatért, sikeres edző lett, kemény dénes vagy éppen horkai György mestere. Bolvári Antal 80 éves lett, most felidézünk és letagadunk vele néhány évtizedet. Jó reggelt kívánok, Szerusz. Boldog Köszönöm születésnapot! Köszönöm szépen. Eh, hogy vagy? Hát, Van ilyenkor úgy valamilyen tudom, számvetés? Hát nincsen. Tulajdonképpen nem foglalkozom vele, mert igazából úgy érzem, hogy nincs különösebb problémám. Van-e ebben a ö, csodálatos pályafutásban kedvenced, kedvenc pillanatod? Hát kedvenc pillanat, aki olimpiai bajnok, annak az első olimpiai bajnokság, azért mondom, hogy elsőben nekem egy hát kettő van, hát az a csodálatos pillanat ez. Az, az tulajdonképpen elmesélhetetlen az az érzés, ami egy olimpián van, és az ember föláll a dobogó tetejére. Sikeres úszó voltál, és akkoriban nem volt ritka dolog, és a társak között is voltak kitűnő úszók, hogy átigazoltak az úszók a pólósokhoz nálad. Miért és hogyan történt ez? Ez tulajdonképpen az én időmben, ez nagyon régen volt már, abban az időben még az úszókból lettek a vízilabdázók. Tehát majd mindenki úszóként kezdte, én tulajdonképpen Markovicsal és Martin Bucival együtt kezdtük a Laki Karcsi bácsinál a vízilabdát, de a Sáros Ébrénél a Széke Éva csoportba, hogy így mondjam, ott kezdtük az úszást. Most megvolt a reggeli úszásunk, mert ugye reggel ötkor keltünk, hatkor ugrottunk a medencébe, onnan mentünk iskolába, akkor iskola után lementünk, és jött a másik edzés, a második edzés, Na és ugye hát lévén, hogy jó fiúk voltunk, <laughs> ugye ott maradtunk az uszodába, és vízilabdázni edzésen is részt vettünk este, ami annyi jelent, hogy napi három edzésünk volt, és tulajdonképpen ebből fejlődött ki, úgymond az, az akkori hát vízilabda. De hát majd mindenki így csinálta. Az első, és ez a bizonyos, legkedvesebb emlék az első olimpiai aranyérem, ez téged már 20 évesen utólért, hogy úgy mondjam. Minek köszönheted ezt, hogy ilyen gyorsan bejött? Hát azt nem tudom, hogy gyorsan, mert én, én 1946-ban közvetlen a háború utáni évben kezdtem el sportolni. Egyszer egy, nem voltam strandolni a császárba, volt egy úszóverseny. Egy Károly Tibor devezető fiúhoz odamentem, aki egy újpesti vízilabdázó volt és mondtam, hogy én is szeretnék úszni. Csak mondta, jó, gyere le hétfőn, hatra, és oda visznek a sároshoz is. Akkor lementem reggel hatra, természetesen, oda vitt a Sárosihoz, És hát azt, hogy tudsz úszni, hát természetesen mondom, hogy tudok. Nagyon azt mondja, akkor, és a császárnak a közepére, az 25-ös Medences szélességébe volt akkor, hát most átépítették, a közepén azt mondta: Na ugorjál bele, be, de ne kapkodjál. Olyan nincs, aki nem kapkod, én is kapkodtam, és már a medence én nekiúztam a falnak. Kibaktattam, és azt mondtam, hogy na, ma olyan hangulatom van, hogy aki csavar, azt felveszem. És így felvett, és ettől kezdve aztán lejártam, ugye minden reggel úszni, és hát én egy elég szorgalmas, és küzdő, sportoló voltam. Én szerettem edzeni, akkor is plusz edzéseket is csináltam saját magamtól, és hát úgy tűnik, hogy ezek szerint, hogy kifejlődtem, és, és sikerült. Uh, abban a csapatban, amely persze alakult, de azért a két olimpiai bajnoki címet Sokan közületek elnyerték, tehát voltak nagy átfedések. Szóval abban a, abban a csapatban a küzdő típusú játékosok és a, és a munkamesterek, bohémok aránya az hogyan alakult? Hát tulajdonképpen voltak az, az úgymond az a keményebb játékosok, mondjuk a Helsinki csapatot veszem elsőre, a Vízvári a, a, a Gyuri volt ugye az állóbek, akkor ő aztán már ott nem volt ott de nem volt olyan nagy küzdelem, már olyan testeseni közel, mint ami ma van. Ma többet megengednek, mint amit akkor megengedtek, de úgymond a harcosabbak voltak a gyarmati és én a, a, a vidámságot, meg a bohóckodást, azt hozta a Kárpáti Gyuri, mert neki ugye mindig mondtuk, hogy Gyurika, te tudod, hogy hol a helyed. A víz alatt. Nem, a, a tudod, hol a kukának a helye a héttörpébe, hát neked is ott van, ezért is neveztük kukának. Mert hogy olyan, ő volt a csorba az utolsó, mert hát ő volt a legalacsonyabb. De hát ő mindig bohockodott és játszott, úgyhogy nagyon sokat nevettünk rajta. Ővele beszélgettünk itt a napokban Zádor Ervinről, és, és akkor idéztük fel azt, hogy azon a bizonyos meccsen, amikor Prokopov megütötte Zádor Ervint Melbourne-ben a, a, a szovjetek elleni meccsen, akkor pontosan te adtad át neki, mert téged már bántott előtte. De ez tulajdonképpen úgy volt, hogy én mindig úgy, úgy azokat a játékosokat kaptam meg mindig az ellenféltől, akik így a vagy szervezték a játékot, hogy ezeket fogjam le, vagy pedig azokat a játékosokat kaptam meg, és ez volt a szovjet válogatba a Prokopov, aki egy ilyen állandóan keménykedő, nem azt mondom, hogy verekedő, de borzalmas kemény, és nagyon erős volt különben, borzalmas keményen játszott, és hát mindig nekem volt kiosztva. Na most äh, hát olyan óhatatlan, hogy a játék közben van csere. Na most én voltam a, 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 a azon a, meccsen, és én voltam a Prokopovom, és hát az, ott egy azért kicsit keményebb volt az a meccs, mint az általában a többi szóhotelben, minden szóhelyett magyar meccs kemény volt egyébként. Ez egy fokkal keményebb volt, és hát bizony elég sokat keménykedtünk, vagy egy kicsit jobban keménykedtünk, mint általában, és hát a meccs vége felé átkelt az Ádorra, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy azt nekem szánta, és hát az zádor kapta. Hát igen, ilyen furcsa dolgok ezek. Edzőként, mint ahogy ezt már említettem, kitűnő játékosokat neveltél a tanítványaid között, illetve az azóta látott nagy magyar vízilabdázók között. Kiknek a játéka olyan, ami magadra emlékeztet leginkább? Stílusában, felfogásában, meg egyáltalán posztjában? ezekkel az összehasonlításokkal én nem nagyon értek egyet, mert egész más volt a játék a mi időnkbe, és aztán már később, és hát ma meg már, Egyáltalán egészen más a játék, szóval a mi időnkben nem volt csere, ma, vagy később volt csere, de még mikor én abba 69-ben még akkor sem volt olyan, hogy csere, akkor még végigjátszottunk egy egész mérkőzést. Úgyhogy a, a, tulajdonképpen a Mayer Misi volt olyan, aki ellen nem szerettek játszani, ellen nem se szerettek játszani, nem azért, mert ö, ö, verekedtem, de én ö, nagyon keményen játszottam, és mivel nagyon vékony voltam, csont és bőr, úgy mondták az ellenfelek, hogy ha megfordultál, is fájt, ahogy hozzánk értél, és hát ezért nem szerettek ellenünk játszani, és én úgy tapadtam arra a játékosra, aki ellenére játszottam, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy levegőt nem hagytunk venni neki, na hát ez voltam én. Árnyéknak is elmeltél volna. Hát igen, állítólag. Azt mondják, hogy ha a mostaniakat nem összehasonlítva, viszont az esélyeiket nézve Londonba te, Mennyire vagy óvatos, és mennyire vagy bizakodó? Hát tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy hát, én bizakodó vagyok, de azért most nagyon óvatos, mert én azt hiszem, hogy az a nagy garnitúra, ami most volt, mert én úgy foglalko, hogy volt 32-36-ban egy nagy garnitúra. Volt a mi garnitúránk, 52-56, Utána volt még egy nagy garnitúra, az sajnos csak egyet tudott nyerni, ez a Farago, Horkai, horkai Szívós, stb. Molnár Endre volt ott, hogy az egy játékosom volt különben. Egy nagy garnitúra, és ez egy nagy garnitúra, de lassan azt hiszem, hogy már nem nagyon lesznek azok, ebből a nagy garnitúrából a mai csapatban benne. Most talán a kásás még van, a kis gergő van, nem, de nem igen, tudom igen, a Déles kit igen. fog összeállítani, vagy igen. hogy fog összeállítani. A, a válogatottakat, van egy pár nagyon ügyes, és nagyon jó játékos, de ezek annyira együtt nőtek fel, hogy egymás gondolatát is ismerték. Most azt, azt nem tudom, hogy a Dénes ezt hogy tudja majd összerakni. A váltás, összerakni, ugye. igen, ezt a kis váltást, mert hát azért egy kis differencia van. Most Alól nem beszélve, hogy hát játszanak többen külföldön, azok nincsenek nagyon hozzászokva, vagy összeszokva a magyar játékosokkal. Én szerintem még ez, ez az olimpia is benne van ebben a csapatba, de olyan sok nehéz ellenfél van, hogy tulajdonképpen minden megtörténhet. Szóval ez lesz a legnehezebb az elmúlt útmostában, úgy úgymond, ebből úgy mondom, együtt négy olimpián, szerintem. Hát én neked további jó egészséget kívánok, meg sok jó meccsnézést is. Isten életesen. köszönöm szépen, hogy Nagyon szépen veled. köszönöm neked.